Tisztelt pályázók, díjalapítók, kedves érdeklődők! A Dornyai Béla Múzeum minden munkatársa nevében nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. A Nagy Iván honismereti pályázat díjátadó ünnepségén vagyunk jelen, rendkívüli helyzet, rendkívüli díjátadóval. Évtizedek óta rendezi meg a múzeum a megyei levéltárral közösen a Nagy Iván honismereti pályázatot. Idén nagyon sok pályamű érkezett, nagyon nagy köszönettel vettük, bírálóink is hálás köszönettel tartoznak a minőségi munkáért Önöknek, és nagyon nagy gratulációmat fejezem ki munkatársaim nevében Önöknek, illetve gratulálok a díjazottaknak. Most átadom a szót dr. Fodor Miklós Zoltán történész kollégámnak, igazgatóhelyettesnek, aki általánosságban fogja az Önök pályaműveit értékelni. Nagy szeretettel üdvözlöm a tisztelt pályázókat, díjalapítókat, érdeklődőket én is. Nekem a tisztem, hogy néhány szóval összefoglaljam ez a 2020-as Nagy Iván pályázatra beérkezett dolgozatok, pályamunkáknak a általános színvonalát. Most azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon rég érkezett, talán nem is tudom, hogy érkezette valaha ennyi, nagyon sok pályamű, mintegy 24 érvényes pályamű érkezett, volt olyan is, ami ugyan beérkezett, de az, mivel nem a kiírási kategóriákban, hát nem volt besorolható, ezért nem tudtuk értékelni. És a következő kategóriákba érkeztek, illetve a beérkező pályamunkák a következő disziplinákba sorolhatók bele, következő területekbe: képzőművészet, irodalomtörténet, művelődéstörténet, gazdaság és ipartörténet, történelem, és két ifjúsági kategóriás pályamunka is érkezett. Ezeket, ezt a kettőt együtt kezeltük, mert általában ugye a Nagy Iván pályázatnak a kiírásakor az ifjúsági kategória külön szokott értékelésre kerülni. Ez egyébként egy művelődés története és egy műemlékvédelmi jellegű írásról van szó. Hát említettem, hogy nagyon sok pályamű volt, úgyhogy meg kellett azt is lépnünk, hogy volt olyan szerző, aki összesen 7 pályamunkát is beadott, de ezeket két kategóriába összevontan kezeltük. Nem hiszem egyébként, hogy meg fog sértődni ezért a illető, hogy összevontva kezeltük, illetve értékeltük a munkáit, annál is inkább, mert főleg a irodalomtörténet kategóriába közelálló témákról van szó. Az általános minőség, az általános színvonala a munkáknak az elmúlt évekhez képest emlékezeteim szerint, vagy emlékeimre kutatva kiugró. Tehát kiugróan jó minőségű munkák érkeztek, úgyhogy nem véletlen most az, hogy nagyon sok, tehát kategóriánként, gyakran kategóriánként is több első helyezést, első díjat osztottunk ki, akár úgy is, hogy esetleg nincsen második vagy harmadik díj. Tehát vannak nagyon sok első díjas mű, illetve vannak könyvjutalmak. Második, harmadik díj most meglepően kevés volt, tehát ez az általános magas színvonalra utal. Én megköszönöm mindenkinek, tehát minden egyes pályázónak a munkáját. Vannak köztük olyanok, akiknek a munkája, tehát a dolgozata folytatásért kíván, de ezt szerintem az értékelésekben szerintem ezt jeleztük is, tehát akár a múzeum, akár a levéltár, akár más külsős értékelők tették is meg. Tehát vannak mindenképpen olyanok, amik mindenképpen folytatni kell, olyan témák, és vannak ilyen igazi nagy összegző, lezáró témák is, amelyek több éves, akár több évtizedes kutatásoknak az eredményei, koronái is. Most nagyon boldogok vagyunk, hogy itt a múzeumunkban tehetjük le az adattári gyűjteményünkbe majd ezeket a írásokat. Nagyon sok, tehát a Dornyai Béla Múzeum adattára most nagyon sok, nagyon gazdagodik, tartalmában nagyon sokat gazdagodik a 2020-as esztendőben. Kiváló kutatási segédanyagokat adtak le többen, kiváló dolgozatokat, összegző műveket adtak le. Az a szellemi, kincs szellemi potenciál, ami a Dornyai Béla Múzeumban ugye halmozódik az adattárban, ezúttal egy nagyon komoly mennyiségi és minőségi emelkedést eredményezett a mostani
Nagy Iván pályázatkor. Úgyhogy mindenkinek köszönöm, a díjalapítóknak is köszönöm a rendelkezésre bocsátott díjakat, és szerintem most már következhet, amit mindenki igazán vár, a helyezések. Ki hanyadik helyezést ért el a különböző kategóriákban. Köszönöm szépen! És most átadnám a szót Fürth Verának, a Dornai Béla Múzeum munkatársának a szót. Ő fogja elmondani, tehát ő közli velünk a helyezéseket. Én is szeretettel köszöntöm az érdeklődőket, résztvevőket és legfőképpen a pályázókat, akik a Nagy Iván honismereti pályázatra 2020-as évben is nyújtottak be pályázatot. Az előző évekhez hasonlóan idén is szép díjakkal áll módunkban jutalmazni a pályázók műveit. Engedjék meg, hogy felsoroljam támogatóinkat. Balassagyarmatváros önkormányzata és Salgótarján megyei jogú város önkormányzata. Külön díjat ajánlott fel Széchenyváros önkormányzata. Könyvjutalmat pedig a következő intézmények ajánlottak föl. Dornyai Béla Múzeum, a Dornyai Béla Múzeum baráti köre, a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád megyei levéltára, a Palóc Múzeum, a Pásztói Múzeum, Terék József népzenész, Turinform Salgótarján, és támogatóink továbbá a Zente Ferenc Színház és a Dűvő Népzenei Együttes. Amint azt igazgatóhelyettes úr már említette, mindannyiunk örömére 2020-ban a Nagy Iván honismereti pályázatra ifjúsági kategóriában is érkeztek be pályaművek. Ebben a kategóriában, tehát ifjúsági kategóriában könyvjutalomban részesül Horváth Milán Kutatásom a három legrégebben épített ceredi épületről című pályaműve. Ebben a kategóriában második helyezést ért el Takács Tamás, a magyar nőnevelésügy pionírja, avagy Veres Pálné, Bentki Hermin élete és munkássága című pályaműve. A következő kategória a képzőművészet kategóriája lesz. Ebben a kategóriában könyvjutalomban részesül Belláné Szilágyi Réka, Cigánydombon innen, Cigánydombon túl, avagy Mese a csodálkozások emberéről című pályaműve. És képzőművészet kategóriában első helyezést ért el Prasznovszky Miklós Ferenc három pályaműve. 20 éve hunyt el Cinke Ferenc, 40 éve hunyt el Csohány Kálmán és 100 éve született Farkas András című pályaművei. Irodalomtörténet kategóriában első helyezést ért el Prasznovszky Miklós Ferenc négy pályaműve, melyek a következők: Képes Mikszát, a Mikszát Kálmán Társaság krónikája, 150 éve történt Mikszát Kálmán írói pályafutásának kezdete, és a Mikszát család Horpácsi évei öt esztendő fényképalbuma című pályaművei. Ezek a pályaművek Balassagyarmatváros önkormányzatának díját nyerték el. Művelődés történet témakörében a következő díjak kerülnek kiosztásra. Könyvjutalomban részesül Buskó András és Dr. Feketéné Dr. Benkó Kata Salgótarján látnivalói című pályaműve. Szintén könyvjutalomban részesül Kovács Istvánné, Mackó Ilona, a Nógrád megyei Fotóklub Egyesülete történetének című munkája. Ebben a kategóriában első helyezést ért el Puntigán József, Szemelvények Losoncváros 18-19. Századi színházi életéből. A gazdaság és ipartörténet kategóriában a Dornyai Béla Múzeum baráti köre által felajánlott könyvjutalmat Varga Tibor Emlékképek a Ménkesi bányaüzem történetéhez című pályaműve nyerte el. Ebben a kategóriában második helyezést ért el Salgótarján megyei jogú város díjazottja Baráti Otto Salgótarján városának gazdaságának és társadalmának főbb jellemzői az 1990 és 2020 időszakában című munkája. Ebben a kategóriában három első helyezés is kiosztásra került.
Liptai Péter, Andrási Manótól Zorkóczi Samuig, avagy egy csokor a Salgótarjáni Acélgyár mérnökeiből című pályamunkája. Szintén első helyezést érdemelt Trakfalvi Péter, a Salgótarján környéki Lauferféle bazaltbányászat történeti adatai, valamint Pócos Sándor, Salgótarján első számú likőrgyára a Kón család áttekintő története című művei. Mindkét pályamű a Salgótarján megyei jogú város önkormányzatának díját nyerték el. És végül a történelem kategóriája következik. Ebben a kategóriában könyvjutalomban részesül Juhász János Felső Petény vendége című munkája. Harmadik helyezést értek el Farkas Attila, a Nemes Fügedi család című pályaműve, Bakos Galambos János két pályaműve, Dorog háza, Hősök tere, Emlékezés nagybátyámra, illetve Egy bányász, aki a félvilág urával találkozott című pályaművei. Ebben a kategóriában második helyezést ért el Farkas Attila, a Bozik család nemesség szerzése című műve, valamint dr. Ivanyik Dávid, Széchenyi város katolikus felekezetének házassági anyakönyvi bejegyzései 1787 és 1929 között, és elemzésük. Dr. Ivanyik Dávid Széchenyi város önkormányzatának díját kapja. Első helyezést két pályaműnek ítéltek oda a bírák, Kenyeres Bálint, egy 16-os honvéd története, Verebélyi Lajos naplója 1914-től 1918-ig, illetve Sűregi Zoltán, Bátori István nagy lelke velünk van. Bátori István ábrázolása egy kerékpáros zászlóai emléktárgyain. Kedves érdeklődők, kedves pályázók, ezzel a rendhagyó díjkiosztó ünnepségünk végére értünk. Tájékoztatjuk minden kedves pályázónkat, hogy a díjakat és a nyereményeket átvehetik a Dornyai Béla Múzeum recepcióján. Kérjük, hogy amennyiben további információt szeretnének tudni, akkor keressék bizalommal a Dornyai Béla Múzeumot. Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy eredeti szándékaink szerint 2020. november 11-én 15 órától tartottuk volna a díjkiosztó ünnepséget. Mivel ez jelenleg a járványügyi helyzetre való tekintettel nem valósulhatott meg, ezért gondoltuk, hogy ezt a díjátadót ilyen rendhagyó formában fogjuk megtartani. Mindazonáltal az időpontot továbbra is szerettük volna tartani, ezért ezt a felvételt a mai napon, 2020. november 11-én 15 órától láthatják az érdeklődők a Dornyai Béla Múzeum YouTube csatornáján, illetve a honlapján.